Megkapta a környezetvédelmi engedélyt a ratosnyai vízi erőmű. A környezetvédelmi miniszter szerint már idén áramot termelhet, a polgármester azonban 2-3 éves idősávban gondolkodik. Péter Ferenc, a Maros megyei tanácselnöke abban bízik, hogy az engedély kibocsátása mögött valós szándék van a létesítmény üzembe helyezésére, és nem csupán kampányfogás. Kibocsátották hétfőn a ratosnyai vízerőmű környezetvédelmi engedélyét, jelentette be Mircea Fekete környezetvédelmi miniszter. Szerinte ez egy fontos lépés a megújuló energiaforrások fenntartható fejlesztése felé. Úgy fogalmazott, reméli, hogy még idén meg fogják termelni az első kilovattórányi áramot Maros megyében. A község polgármestere azonban nem ennyire optimista, hiszen jól ismeri a projekt bürokratikus akadályait. 30 éve többször is rövidebb, hosszabb ideig dolgoztak, majd minden alkalommal leálltak a kivitelezéssel. Az évek során elkészült a 65 méter magas gát, kialakították a patakokat összefogó alagutat és megépítették a transzformátorállomást. Ezek a felvételek 2 éve készültek, azóta gyakorlatilag változatlan a helyzet, nem sikerült befejezni és törleszteni a régi adósságot. A munkálatok több mint 90%-a kész van, noha még eddig nem sikerült üzembe helyezni a létesítményt. A projekt több mint 90%-ban elkészült, már csak egy kicsi kell, és áramot fogunk tudni termelni. Mire várjunk, mire hagyatkozzunk, vásároljunk áramot, főleg, hogy Ratosnya tudna termelni. A gátnál el fognak kezdődni a munkálatok, egyelőre egy körülbelül 30-40 hektáros területen lesz erdőirtás, természetesen szakaszosan. Nagyon remélem, hogy befejezik a munkálatokat, és 2-3 éven belül Ratosnya áramot fog tudni termelni. A ratosnyai gát építését még a régi rendszerben 1989-ben hagyták jóvá, az építkezési engedélyt 1990-ben bocsátották ki. Az egyedüli akadály, amelyet még nem hárítottak el, az a vízgyűjtő medence elkészítése. Ehhez az eredeti 210 hektár helyett 113 hektárnyi erdőt kell kivágni. A polgármester azt reméli, akár csak a többi hasonló ilyen létesítmény turistákat fog a környékre vonzani. Péter Ferenc, a Maros megyei tanácselnöke híradónk megkeresésére elmondta, érthetetlen számára, hogy egy olyan létesítmény, amire hatalmas összegeket ruházott be a kormány, évtizedekig áll befejezetlenül. Pedig ez a beruházás nem csak a zöld energia termelése és vízellátás terén hasznos, hanem árvízvédelmi szempontból is óriási jelentőségű, fogalmazott. Örvendek, hogy ez van. Én azt nem tudom megérteni, hogyha ki lehetett adni ezt a környezetvédelmi engedélyt, miért nem adták ki évtizedekkel hamarabb, vagy ha nem lehetett, akkor hogy most. Ezt remélem, hogy nem csak kampányfogásról van szó, és nem csak arról van szó, hogy most hirtelen a kampány előtt felmutatunk egy papírt, és utána leállítjuk a beruházást. Bízom abban, hogy most már nem csak a környezetvédelmi engedély van meg, hanem megvan a döntése is a kormánypártoknak, hogy igenis befejezzék ezt a beruházást. Arra a kérdésre, hogy a környezetvédelmi engedélyt miért nem lehetett volna korábban kibocsátani a minisztériumnak, a polgármester azt a választ adta, hogy senki nem vállalta a felelősséget, ugyanis több civil szervezet támadta meg az évek során a létesítményt azzal az érvel, hogy a patakokban élő halfajokat és a biodiverzitást negatívan befolyásolja a vízgyűjtő tó kialakítása.